egészen fantasztikus, szavakban nehezen önthető az az érzés, amit mi most itt átéltünk a kollégáimmal, Gulye Ferenccel és a többi kollégámmal, akik itt vannak, hiszen azon a bizonyos 12-én, amikor lerohanták a gazdaságunkat és 400 hektár növényállományát megsemmisítették, akkor hála Istennek nem voltunk egyedül, mert ott volt velünk a Greenpeace, és ott voltak velünk sokan, de mégis egy rettenetesen kiszolgáltatott, pokoli érzés volt az, amit ott mi átéltünk. És most itt, ahogy ezek a mosolygós arcok, kedves, szeretetteljes szavak, tekintetek felénk irányultak, úgy éreztem, hogy visszanyertük valamelyest az erőnket ahhoz, hogy folytassuk ezt a harcot, hiszen nem vagyunk egyedül. És ráadásul azt is láttam, hogy itt végignéztem a tömegen, és bizony nagy tömeg volt, hiszen folyamatosan jöttek és mentek az emberek, hogy hát bizony itt a legjobbak jöttek el ma. Régi barátok, új ismerősök, ismeretlenek, olyanok, akik megszorították a kezemet, és a szemükből és a szavaikból éreztem, hogy értik. Volt olyan ember, aki azt mondta, hogy nincs szó a magyar nyelvben erre, ami történt. És valóban nincs, mert ilyen még talán a világon sem történt meg. Az élet tisztelete, az elvetett vetés tisztelete, a búza, a kenyér tisztelete, az minden valamire való ember és minden valamire való nemzet alapvető értéke. És igazat adok Salétormos Jenőnek abban, hogy itt egy olyan határt léptek át ezek az emberek, amelyet soha nem szabadott volna átlépni. Elnézést! Külön köszönetet kell mondjak, és talán erre sincs elég szó a magyar nyelven, hogy megköszönjem Salétormos Jenőnek azt az áldozatot, amit ő fölvállalt azzal, hogy húsvét péntekén kiült a hásfa alá, és fölvállalt azt, hogy egy héten keresztül Bőjtől Kisantosért. De nem csak a tettér, hanem azokért a fantasztikusan mély gondolatokért, amelyeket megfogalmazott az ország felé, a média felé, a döntéshozók felé, azok a szelíd, de mégis nagyon-nagyon erős gondolatok, amelyek szintén erőt adnak nekünk a folytatáshoz. Végtelen hálával köszönjük neki, és egészen biztos, hogy itt a hásfa alatt, itt szembe velünk, a parlament előtt, egy egészen új történet indult el Magyarországért, ami egy olyan szinten zajlik, ahova ezek a barbárok soha nem fognak tudni eljutni, hiszen ez a szeretetnek, a léleknek, az embernek, ember mi voltának a lényege. És aki képes arra, hogy lerohanjon egy biogazdaságot, ahol 20 éve egy komoly közösség, és nem is csak helyi közösség és országos közösség és nemzetközi partnerek létrehoztak egy értéket, és ezt képesek lerohanni ilyen módon, ilyen barbár módon, erőszakkal, törvényellenesen, állami háttérrel, hát ezt azért érdemes végig gondolni mindenkinek, hogy hova jutott ez az ország, de meggyőződésem, hogy az a fantasztikus erő, ami itt ma megjelent körülöttünk, az képes lesz ezt az országot megmenteni, hiszen ahogy egyszer már elmondtam, itt 12-én Kisantoson nem magunkért dolgozunk, az országért dolgozunk, a 10 millió embernek a biztonságáért, megélhetéséért és a gyerekeink, unokáink jövőjéért dolgozunk. Nem babra megy a játék, az előttem szólók már elmondták, a világban zajlik egy folyamat, amit földzsákmányolásnak hívnak. És itt arról van szó, hogy az a föld, amin élünk, mi 10 millióan, ez is kívánatossá vált a világ és az ország nagyurainak. Azoknak, akik kizárólag és csak is a maguk érdekeit nézik, és kizárólag az a féktelen szerzési vágy vezeti őket, amely az én meggyőződésem szerint egy társadalomra veszélyes deviancia.
Hiszen hogyha valakinek nem elég az 1 millió, nem elég a 2 millió, mert milliárdok kellenek, és az sem elég, ha nem elég a 100 hektár, 300 hektár, 1000 hektár, 9000 hektár, ha az sem elég, 30 ezer hektár, ilyenek is vannak már Magyarországon, akkor felemészti a teljes országnak az erőforrásait, azokat az erőforrásainkat, amelyekből ennek a 10 millió embernek élni és megélni kéne. Ez rettenetesen veszélyes folyamat. És azt gondolom, hogy igen, a mai nap alapján úgy érzem, hogy már az ötlet is gyönyörű volt, végtelenül hálásan köszönöm mindenkinek, aki a Greenpeace-ben ebben közreműködött, hogy ezt kidolgozták, ezt a mai magosztást, és gyönyörű volt, és én hiszek abban, hogy ez az erő, ez képes lesz arra, hogy változtasson mindazon, amin ma változtatni kell. Mi pedig azt tudjuk megígérni, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy folytatni tudjuk. Nem lesz könnyű, hiszen minden pénzünk benne feküdt azokban a növényekben, amiket most kitárcsáztak, megsemmisítettek. Ez nagyon ördög, ilyen kitervelt dolog volt. De keressük az utakat, és bízunk abban, hogy a magyar bíróságokon azért még vannak bírók, akik a jogot és a törvényességet tartják elsődleges szempontnak. A bíróságokon folytatódnak az eljárások, és mi nagyon bízunk abban, hogy ezt az ügyet meg kell, hogy nyerjük. Főként azért, mert egy 452 hektáros ökológiai mintagazdaság a mai világban, amikor tudjuk, hogy milyen veszélyek fenyegetik az embereket, az emberiséget, ez egy végtelenül fontos dolog. Nincs fontosabb talán ennél. Egy olyan helynél, amelyik segít, amelyik jó szándékú emberekből áll, és tanítja mindazokat a tudásokat, amelyek a megmaradáshoz, fennmaradáshoz, biztonságos jövőhöz szükségesek, az egészséges élelmiszerhez, a tiszta környezethez. Nincs ma ennél fontosabb. És azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk folytatni, és önök, akik itt vannak, most ehhez fantasztikusan nagy erőt adtak nekünk. Köszönöm szépen!